Nem véletlen, hogy a mai napon emlékezünk Esterházy Jánosra, és emléktáblát lepezünk el Komáromban. Nem véletlen azért, mert a mai napnak van egy különös üzenete. Ebben az országban, ahol élünk, ezen a napon kezdődött a kommunista hatalmi rendszer megbuktatása. De talán általánosíthatnánk úgy, hogy a diktatúra és a totalitarizmus megbuktatása, illetve fogalmazhatnánk úgy, hogy ehhez a naphoz kötődik egy más emlékünk is, vagy pontosabban emlékezetünk, a diktatúrák és a totális rendszerek áldozataira való emlékezés. És ezért van sajátos üzenete annak, hogy ezen a napon emlékezünk Esterházy Jánosra, mert ő is egyfajta diktatúra és egy valódi totalista gondolkodásnak az áldozata. Érdekes, hogy azt a rendszert, amely faji megkülönböztetést hirdetett, és a zsidókat gyilkolta származási alapon, és ő ezzel a szándékkal szemben állt, azt a rendszert túlélte. Igaz, hogy lefújozták őt emiatt, de túlélte. A másik rendszert, amely úgymond elsöpörte a nácizmust, azt a rendszert pedig nem tudta túlélni, mert az gyilkolta meg őt. És van még egy sajátos üzenete a mai napnak, főleg Esterházy János kapcsán, mégpedig az, hogy nem képes felülemelkedni a kommunizmus felváltó demokrácia, nem képes felülemelkedni azon a korszakon, és nem képes kritikusan viszonyulni ahhoz a korszakhoz, amely Esterházy Jánost rabbá tette, vádlottá és bűnössé nyilvánította, és nem tudja felülvizsgálni ez a rendszer annak a rendszernek a döntését, igazságtalan döntését. Tehát a mai napon arra is figyelmeztetünk az emlékezés mellett, hogy ugyan szerkezetileg megváltozott a korábbi egypártrendszer, de gondolkodásban még mindig nem tudtunk eltávolodni azoktól az időszakoktól, mert nem csak a kommunizmustól nem tudtunk eltávolodni, hanem a totalista gondolkodásmódtól sem. Talán bennünk is hiba van, és mindazokban hiba van, akik a kommunista rendszert úgy élték meg, hogy megpróbáltak beilleszkedni, és úgy illeszkedtek be, hogy átvették a gondolkodásmódot, átvették a módszereket. Nem azért, mert szerették azt a rendszert, hanem mert egyszerűen az évtizedek alatt beléjük nőtt, mint a fagyökör a szikla repedésébe. Tehát nem csak rendszert kellett változtatnunk, hanem gondolkodásmódot,
és magatartást is kellett volna változtatnunk. De úgy látszik, ez nehezebben megy, hiszen az egyiptomi szolgaságból sem lehetett azonnal bemenni az ígéret földjére, nehogy az ígéret földjét beszennyezzék a szolgalelkűséggel. Ez nagyon fontos bibliai tanulság, ami ma is érvényes. De valamire mégis, ezentúl is emlékeztet bennünket Eszterházy János, mégpedig az ő pártpolitikusi tevékenysége kapcsán érdemes felemlíteni az ő példáját. Ő 1932-től pártelnök volt, a Országos Keresztény Szocialista Pártnak az elnöke. A párt egyik nagyon fontos üzenete, amit küldött az ország lakosa irányába, az az volt, hogy egymásra vagyunk utalva, szlovákok, magyarok, itt élő németek és egyebek. És ő ezt megpróbálta megvalósítani a pártjában, de aztán később rájött arra, hogy nem biztos, hogy az eszme, amit hirdet, az hatékonyan képviselhető úgy, ahogy azt ő elképzelte, és 1936-ban az ő vezetésével a akkori magyar politikai erők egyesültek. És ő ennek lett az elnöke, és példát mutatott a MÁ-ba is, hogy egy elnyomott helyzetben, másodrendű helyzetben, másodrendű állapotban élő közösséget hatékonyan csak úgy lehet képviselni, az érdekeit képviselni, hogyha összefogunk. Tehát az összefogás az igazi érdekképviseletnek a megteremtése, és nem a politikai szétdaraboltság. Tehát azoknak is üzen a MÁ-ba, akik pártütők lettek, és megszüntették a magyar politikai egységet, amelyet nagyon nehezen hoztunk létre. Ők is 36-ban nehezen hozták létre, és mi is 1998-ban nehezen hoztuk létre. Tehát erre is, mint pártpolitikus figyelmeztet bennünket, nem csak a mai pártpolitikusokat, hanem mindannyiunkat, hogy az egységben az erő, az egységben és az összefogásban rejlik a megoldás, vagy a megoldás lehetősége. Tehát, hogyha Eszterházy Jánosra emlékezünk, akkor nem csak az általában emlegetett minőségi állásfoglalásaira kell emlékeznünk, hanem a gyakorló pártpolitikus üzenetére is, mert megoldás számunkra csak ebben rejlik, az összefogásban, az Eszterházy féle összefogásban, Eszterházy üzenetének a meghallgatásában. Tisztelt emlékező közönség! Valóban nagyon fontos, hogy Komáromban ma, a mai napon és egyáltalán sor kerül erre az emléktávra leleplezésre, mert azzal, hogy mi emlékezünk rá, azzal, hogy a nagyvilágban számon tartják őt, ezzel tulajdonképpen azt a bírósági döntést, amivel őt bűnössé nyilvánították, már régen-régen felülírtuk. Azoknak a szégyene, akik ezt nem tudják felülírni jogilag, az ő szégyenük az, hogy ezt nem tudják megtenni, de lehet, hogy nem is igazán fontos, mert számunkra az ő értékének a nagyvilágban való elismerése sokkal fontosabb, mint hogy néhány kicsinyes szlovákiai politikus az ellenkezőjét akarja.